Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő gondol rád, és találkozni akar veled. A te jelenlegi helyzetedet itt ez a két kártya mutatja. Itt látható a házasság, és erre számíthatsz, hogy ő feleségül akar venni téged. Itt ez a sok pénz utal az anyagiakra, a bővülésre, de jelenti azt is, hogy ő értékel téged, hiszen itt belső értékekről is lehet szó. Előfordulhat az is, hogy ő még nős, és erre utal ez a házasság, és van itt kettőjük között egy ilyen anyagi kapcsolat, és ezért nehéz kilépnie ebből a házasságból. Most megtekintjük a te gondolataidat és terveidet. Légy kicsit visszahúzódó, meditálj afelett, hogy mit szeretnél elérni. Ez a házassági ajánlat tőle kell, hogy jöjjön. Itt a másik képen látható a 10-es szám, ami utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik. Itt láthatóak a kelyhek, és a kelyhek szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, és ez a vonzalom kettőtök között. Itt lesz jövő, itt lesz egy új kezdet. Most megtekintjük az érzelmeidet. Itt te vagy a királynő, és te uralkodsz a víz eleme felett. És mint mondtam, a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. De itt a talpad nem a vízben van, hanem itt a homokban. Tehát nem mered megérinteni a vizet, holott te vagy itt a királynő, ahol te uralkodsz, de ez jelentheti azt, hogy kicsit óvatos vagy, vagy vannak még félelmek. Itt is a kelyhek láthatóak, tehát szintén érzelmekről van szó. Itt ez a hölgy átnyújtja ezt a kelyhet, de ez a kisfiú olyan mérges, és on zárkózott. Az jelentheti azt, hogy te már kimutattad az érzelmeidet, de ő zárkózott volt, vagy megsértődött. Lehet, hogy fordítva van így, hiszen a kártyáknak van szimbolikus jelentése, hogy ő közeledik ezzel a kehellyel hozzád, kimutatja az érzelmeit, de te nem hiszel ebben, vagy nem bízol benne. Légy nyitott erre a kapcsolatra. A következő kártya utal arra, hogyan tovább, vagy mit tudsz tenni. Itt látható ez a virágcsokor, ugyanúgy, mint itt a képen, tehát ő közeledni fog hozzád egy virágcsokorral, vagy ajándékkal. Amit a kép még jelent, az érzelmek, hiszen itt is a víz eleméről van szó, és utal a múltra is. Itt vannak emlékek a múltból, vagy valaki gondol rád. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Itt lesz mozgás, előre mennek az események. A kezében van ez a kart, ami utal a levegő elemére. És a levegő eleme szimbolizálja a kommunikációt, az azt jelenti, hogy beszélni akar veled. Mi a gondolata, mi a terve? Itt szintén arról van szó, hogy előre mennek az események, hiszen ez a bot utal a tűz elemére, és ugyanúgy, mint a levegő eleme, a tűz eleme is mindig aktív. Itt kimutatja a bátorságát, a lelkesedését,
És amit a tűz eleme még jelent, ez a testi kapcsolat. És ez megjelenik itt a gondolataiban. Ez a kártya utal az érzelmeire, itt ő a király. Ugyanúgy, mint ahogy te itt a királynő vagy, mindketten uralkodtok a víz eleme felett, ami az érzelmekre utal. Itt van egy kis különbség, hiszen nála az ő lába benne van ebben a vízben, tehát ő érzi ezt belülről, ezt a szerelmet, de itt trónol figyeli az eseményeket, nem meri kimutatni nyíltan, mert fél attól, hogy te zárkózott vagy, vagy elfordulsz, vagy ő megbántott téged, nem tudja azt, hogyan fogsz reagálni. Mit fog tenni? Itt az érmékről van szó, ami jelenti az anyagiakat és a munkát is, de jelzi a belső értékeket. Te értékes vagy számára. Amit még az érmék jelentenek, az a föld eleme. Itt a kehelynél még érzelmekről, álmokról, álmodozásokról van szó, és itt ő már a tettek embere, hiszen a föld eleme megvalósítja ezt. Mutatja a reális dolgokat. De ő még kicsit vacillál, tegyen vagy ne tegyen, olyan bizonytalan. Mi köt össze benneteket? Itt látható ez a hajó, ez jelenti a reményt, de az utazásokat is. Ez lehet egy külföldi kapcsolat, vagy ő szeretne veled együtt elutazni valahova. Ez az út lehet egy lelki út is, az azt jelenteni akkor, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életből, és ő visszatért hozzád, hiszen van köztetek egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!